budapesti honvédese cselgáncsozójával, a kétszeres olimpikon Karakas Hedviggel beszélgettünk a 2018-as idényre való felkészüléséről. Mostani egyére fogok kimenni Japánba, és eddig mindig olyan tapasztalataim voltak, amik nagyon pozitívak voltak. Ugye egy hónap volt a legnagyobb idő, amit kimentünk, és főleg egy nagyobb verseny előtt, utána egy kis pihenőidővel. Én ott annyi mennyiségű küzdelmet tudok bepótolni, amit nagyon hiányzik a magyar judóban. Sajnos nagyon kevesen vagyunk, és nagyon kevesek a partnerek, és ezt próbáljuk kompenzálni különböző edzésekkel, de szerintem az a legjobb, hogyha tényleg a saját bőrünkön tudjuk megtapasztalni azt, ami adott versenyen vagy a szőnyegen várhat ránk. És ott annyira be tudom idegezni ezeket a dolgokat, és ki tudom próbálni úgy, hogy nem is akarom kipróbálni, de mégis ugye a szituáció hozza magát, hogy szerintem ott nagyon sokat tudok fejlődni. Ez egy nagyon nagy erőpróba lesz. Én még a világbajnokság előtt voltam kint egy hónapot, 3 hetet, és ott találtam ki azt, hogy ugye én éreztem magam, hogy nagyon sok küzdelem hiányzik belőlem a műtétek miatt, és hogy mi lenne, hogyha egy-két hónapot megpróbálnék egyedül. És hát a Petinek tetszett az ötlet természetesen, úgyhogy egyből bele is egyezett, aztán szerencsére sikerült meg is valósítani. Nem voltam még 2 hónapot se egyedül, se mással távol, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz lesz, de úgy gondolom, hogyha ezt minőségben meg tudom csinálni, akkor nagyon sokat tudok majd profitálni belőle. Most is ráálltunk már itthon is, hogy minél többet küzdjünk, és szerintem az a mennyiség, amit ott be tudok pótolni, az mindenképpen maradandó lesz, tehát nem fog elkopni, mivel itthon is most már egyre többet küzdünk, és próbálunk erre figyelni. Úgyhogy szerintem ezzel nem lesz problémám, inkább én azt látom jónak, hogy tényleg annyi bepótolni van, úgy érzem, hogy ott azt egyben meg tudom csinálni. Mindenképpen szeretnék visszakerülni a legjobb 8-ba a világranglistán. Ugye most a világbajnokságot úgy indultam neki, hogy egy éves kihagyással 43. helyre visszaestem. Most már ezt a két verseny alatt sikerült, azt hiszem talán 22-23. Helyre visszatornáztam magam. Úgyhogy ez lenne az egyik fő cél, a másik pedig az, hogy ilyen ütemben fejlődjön továbbra is a lábam. Ami jelenleg úgy gondolom, hogy egy ilyen 50-60%-os lehet. Szerencsére most már tónusban van az izom, és nem azzal kell küzdködnöm, hogy igazából minden egyes mozdulatra fáj. De nagyon sok munka van még vele. Én azt gondolom, hogyha így halad a fejlődés, és ez töretlen lesz, akkor szerintem, ha nem is azt el tudom érni, azt az erősséget, mint ami a másik lábom, de hogyha már megközelíti már, akkor nagyon sokat nyerek, ugyan lesz két lábam, az mindenképpen jobb, mint az egy.